Október 12-e és 24-e között kiemelt figyelem irányult országszerte a magyar festészetre. Ebből az alkalomból hívtuk meg a fiatal tehetséges Mara Kinga festőművészt. Köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon köszönjük az impozáns képeket. Te, mint fiatal művész, nyilvánvaló, hogy Magyarországon egy fura helyzetben élsz, hiszen megtapasztaltad az itthoni létet, művészlétet, megtapasztaltad a külföldi művészlétet ösztöndíjjal. Szerinted milyen helyzetben van ma a festészet itt Magyarországon? A festészet az létkérdés egy festőnek, tehát a lehetőségektől teljesen függetlenül festni kell, én úgy érzem, mert ez az életünk, és nagyon fontos az, hogy az ember hová tartozik. Tehát számomra a külföldi tartózkodásom az egy nagyon inspiráló időszak volt. Angliában jártál? Igen, Skóciában. De azt az érzést még jobban megerősítette bennem, hogy mi a hazám, és egy nagyon különleges táj és környezetélmény volt festészetileg. Edinburgh-ban a fél év, amit ott töltöttem, de akkor éreztem meg igazán azt, hogy mennyire vérem a saját hazám tája, a levegője. Itt vannak a képeid körülöttünk, amelyeken megjelenik majdnem mindegyiken a gyermek figura. Beszéljünk egy picit ezekről a képekről. Hát az itt látható képek közül először kiemelném a Talpra Magyar című festményemet, ami akkor készült, amikor a kisfiam egy éves kora körül volt. Ez az 56-os forradalom 50. évfordulójának ünnepe. Igazából nagyon megrázó volt számomra az, hogy 50 évvel később újra meg tud történni az, ami akkor megtörtént, és az ünneplőtől meg üldözni tudják. És szóval ezek a párhuzamok nagyon nagy fájdalmat okoztak, és azon gondolkoztam, ahogy néztem őt, amikor alszik, hogy mi lesz ebből, milyen jövője van az országunknak, és úgy éreztem, hogy segíteni kell ezt a generációt, és Talpra Magyar, ezért ez a címe, mert ők azok, akik talán egy igaz magyar nemzeti értékrendet tudnak majd megalkotni, és igyekszem ebben segíteni őt a festészeten keresztül. A másik kép, ami most egy készülő sorozat része, igen, a Kelengyel Ádám sorozat, pedig a női élet stációit foglalja össze, ahogy a női lélek készül az esküvőjére, a házasságra, varja és hímzi a fátylát, és az egész életében szükséges ruhaneműket és mindent, ami egy női élet része lehet. Én is természetesen ezek nagyon szubjektív érzésekből táplálkozó képek, magam is így tettem a fájtlammal. És a következő kép pedig a házasság, és a továbbiakban az anyaság, és az ennek a teljes, ahogy kiteljesedik egy nő lelke, ezáltal ezt szeretném ebben a sorozatban megfesteni, és hát a magyar népi motivumkincs az egy nagyon fontos inspiráló formavilág számomra, mert a dekoratívitást és a festőiséget szeretném szintézisre emelni. Természetesen ez az életcélom, tehát ez nem hiszem, hogy egy képen belül sikerül. Ez egyértelmű. Hol láthatók majd a képeid legközelebb? Hát most éppen a Boldogasszony sorozatban láthatók a képeim, ami vándor kiállításként megy körbe. A Kárpát-medencében és abban a galériában, ahol a Forrás galériában, igen, és itt ezt még szerettem volna elmondani, hogy az a nemzeti értékeinkben egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy az ember tartozhat egy olyan galériához ma Magyarországon, ahol a nemzeti értékek összekötik az ott lévő művészeket. Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, ez lélekemelő volt, és azt hiszem méltó a megemlékezéshez is. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba. Köszönöm.